A stúdióban Kenesei Marcell, a Centrop Alapítvány ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ugye egy új multimédiás filmről fogunk beszélgetni, Domonkos Miksa életéről. Egy kicsit félve és talán szégyenkezve kérdezem, hogy ki Domonkos Miksa? Nincs miért. Én közben utána olvastam ennek, de szerintem nagyon sokan nem tudják. Nincs miért szégyenkezni, valóban méltatlanul elfeledett hőse a magyar történelem, magyar történelemnek. Domonkos Miksa. Domonkos Miksa egy olyan zsidó származású honvédszázados, aki az első világháborút megjárta, többszörösen kitüntetett katonatiszt, és az érdekessége a történetének az az, hogy a második világháborúban, amikor a német megszállás volt Magyarországon, és a gettót Budapesten felállították, akkor Domonkos Miksa egy nagyon speciális helyzetbe került, ugyanis mivel neki többszörösen kitüntetett katonatiszt volt, neki az úgynevezett horti mentessége volt. Neki ez azt jelentette, hogy ő mentesült a zsidó törvények alól, ez csak rá volt érvényes, tehát a családjára például nem, az idősebbik fiát Ukrajnába elvitték munkaszolgálatra, és ott meg is halt, viszont ő ezt a speciális státuszát, amit kapott horti kormányzattól személyesen, ő ezt arra használta, hogy megpróbáljon segítkezni, és tulajdonképpen a gettó polgármestere lett, a zsidó tanácsnak dolgozott, és embermentőkkel, mint Raúl Wallenberg, mint Ocskai László dolgozott együtt, és próbált ebben a lehetetlen helyzetben valahogy segíteni a rászorulóknak, a zsidó honfitársainak, és a háború után, amikor már az 50-es években, amikor már véget ért a második világháború, és már Sztálin halála után vagyunk, akkor a szovjeteknek, amikor kellemetlen kezd válni a Raúl Wallenberg történet, ugyanis ők vitték el, és valószínűleg ők ölték meg a moszkvai Jubjanka börtönben Wallenberget, ők megpróbálnak egy koncepciós pert fabrikálni, hogy mi is történhetett Wallenberggel, és Domonkos Miksát, illetve a szintén a zsidó hitközségnél dolgozó Stöckler Rajost vádolják meg azzal, hogy ők ölték meg Wallenberget. És ennek a koncepciós pernek a vége az az, hogy hát a ávó elviszi, és hónapokig kínozza, és végül ebbe belehal a Domonkos Miksa. Tehát tulajdonképpen ő már a kommunizmus áldozata lesz. De már szabad lábon halt ebbe bele. Ő már szabad, hát igen, úgy szabad lábon, hogy kiengedik az Andrássy úti ávó székházból, és aztán nem sokkal később az István kórházban ő meghal. Hát több mint 20 kilót lefogy, és embertelen bestiális módon megkínozzák őt, és hát ez lesz az ő tragikus sorsa. És még azt kell tudni Domonkos Miksáról, hogy egy igazán büszke magyar katonatiszt volt, tehát ő nagyon büszke volt a magyarságára, és tulajdonképpen csak a történelem hozta úgy, hogy ő a zsidó hitközség meg a zsidó közösségben ilyen aktív szerepet vállalt. Nagyon sok konfliktusa is volt egyébként a zsidó hitközség meg annyi tagjával háború után is, ugyanis ő nem volt nagyon gyakorló, a zsidó vallás nem nagyon gyakorolta. És inkább az játszott abban szerepet, hogy ő ilyen meghatározó pozícióba került, hogy kiválóan beszélt németül, nagyon jól tárgyalt, és hát ugye mivel honvéd százados volt, és volt ez a mentessége, ő nagyon könnyedén tudott, vagy könnyedebben tudott tárgyalni magyar meg német tisztekkel. És tulajdonképpen őt nem is tekintették zsidónak. Hát képzelje el azt a szituációt, amikor valaki egy honvédszázadosi egyenruhában a kitüntetéseivel kibejárhat a gettóban, zsidó származása ellenére. Ez egy nagyon különleges pozíció, ez talán egyedi. És ezt ő maximálisan kihasználta, hogy tudjon segíteni. Hogyan felejtettük előtt, vagy hogy nem tudunk többet róla? Hát ez egy jó kérdés, nem tudom, hogy hogyan felejtettük el. Bevallom őszintén, hogy mielőtt én a Centropánál kezdtem el dolgozni, én sem ismertem Domonkos Miksának a történetét. Hiányoznak igazság szerint ezek a pozitív példák a történelmi emlékezetünkben valahogy. Hajlamosak vagyunk nem csak Domonkos Miksáról megfeledkezni, hanem sok olyan embermentőről is egyébként, akik nagyon meghatározó munkát végeztek. A filmben szó van Ocskai László századosról is, aki egy zsidó ruhagyűjtő századot működtetett a mai Radnóti iskola, ez a régi zsidó gimnázium épületében, és több ezer zsidó életét mentette meg, több embert mentett meg, mint Oskar Schindler. És őről se tud senki nagyon semmit. Ezek valahogy háttérbe
szorultak ezek a történetek, pedig szerintem fontos lenne róluk is beszélni, pláne olyanokról, akik zsidó származásuk ellenére kerültek ilyen szerepbe. Azt lehet tudni, hogy egészen pontosan mivel vádolták? Tehát a vád szerint ő hogyan és miért ölte meg Raoul Wallenberget? Hát a vád szerint ugye hát Raoul Wallenberggel folyamatos munkakapcsolatban volt, tehát könnyű volt a kettőjük közti kapcsolatot ugye bizonyítani, és hát, hogy vele látták utoljára, meg ugye a Stöckler Lajos is benne van ebben a képben, illetve meg kell említeni, meg Szalai Pált, aki összekötő tiszt volt a Nyilaskeresztes Párt és a magyar rendőrség között, viszont annak ellenére, hogy a Nyilaskeresztes Párt tagja volt, ő már az elején nyilvánvalóvá tette, hogy ő segíteni szeretne, és együtt dolgozott a Domonkos Miksáékkal, és a Szalai Pált viszik el először, és őt kényszerítik arra, hogy valljon a Domonkos Miksa és a Stöckler Lajos ellen. És ő az, aki tulajdonképpen hát megkínozzák, és kényszervallatás zajlik, ő az, aki megvádolja hivatalosan, és így indul el a koncepciós eljárás. Ugye egy multimédiás kiadványról, egy filmről van szó. Mit tud ez a kiadvány? Hát ez egy rövid oktatási multimédiás film, és itt fontosnak tartom elmondani, hogy mi a Centropa egy olyan hiánypótló társadalomtörténeti kutatómunkát végzett, melynek során nagyjából 1500 életinterjút készítettünk holokauszt túlélő zsidókkal, viszont ezek nem a klasszikus értelembe vett holokauszt interjúk, ugyanis inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen volt az életük a háború előtt. Megpróbáljunk festeni egy képet a zsidó életről Magyarországon a háború előtt és háború után, és családi fényképeket digitalizáltunk. És összeállt egy olyan adatbázis, ami hozzáférhető egyébként a honlapunkon, a centropa.hu-n, ahol ezek a zsidó családtörténetek és hozzájuk tartozó fényképek, ezek elérhetők mindenki számára, és ezekből mi különböző oktatási anyagokat gyártottunk, többek közt multimédiás filmeket, vannak más filmeink is egyébként, amik elérhetőek a honlapon, és ezeket a filmeket próbáljuk meg a tanárok számára nem csak hogy elérhetővé tenni, hanem segíteni abban, hogy hogyan tudják használni ezt, és hogyan tudjuk megkönnyíteni az ő munkájukat. Kenesei Marcia, köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.